jelenleg a magnézium szalag égését láttuk. Hittant és kémiát tanítok itt az iskolában. Osztályfőnök vagyok, és 34 gyerek jár az osztályba. A Boldogasszony iskola nővérek kápolnájában üldögélünk itt Debrecenben, ami a Svetics iskolán belül található. Én jelenleg itt szolgálok, mint iskola nővér. A rendünk két alappillérre épül. Az egyik az az egységnek az építése bárhol, ahol vagyunk. A másik alappillér az pedig a nevelés, amire a rendünk létrejött 1833-ban. Én 1991-ben születtem egy vallásos katolikus családban, Vas megyében, Szombathelyen, és Szombathely mellett Gencsapátiban nőttem fel. Mi több generációs családban éltünk. Nagymamám rengeteget imádkozott, ezt mindig figyeltük gyerekkoromban, hogy neki a szegen, az ajtó félfán lógtak a rózsafűzérek egymás mellett. Fontosnak tartott, hogy mi is templomba járjunk, és együtt ment a család. Nagyjából ilyen 13-14 éves lehettem, amikor édesanyám azt mondta, hogy most már, ha nem akarsz, nem kell jönni. Én eddig fontosnak tartottam, hogy templomba járjál, fontos volt, hogy keresztelkedj meg, legyél elsőáldozó, voltál bérmálkozó, de innentől fogva ez a te személyes döntésed, hogy akarsz-e járni, vagy nem. És utána semmi sem változott, tehát ugyanúgy mentünk együtt templomba, az viszont változott, hogy onnantól ez már egy szabad döntés volt. Megkérdezték tőlem, hogy mi leszel, ha nagy leszel. És akkor én legelőször azt mondtam, hogy hegymászó leszek. És le is rajzoltam. Utána javarészt olyan terveim voltak, hogy bármit fogok csinálni, az a lényeg, hogy sok pénzt keressek vele. Angol-matematika tagozatra jártam a gimnáziumba. És aztán ez váltott abba, hogy végül is akkor vegyészmérnöknek jelentkeztem. Mindig is érdekelt a teológia, így utólag visszanézve, középiskolás korom óta. Mindig is szerettem volna többet tudni arról, hogy miért az van a Szentírásban, ami. Sose nyugodtam bele a válaszokba. Mindig megkérdőjeleztem azt, hogy ami a Szentírásban van, annak lehet-e hinni? Ami ott le van írva, az úgy van-e? Ki mondja, hogy az úgy van? El lehet-e neki hinni? Ez mindig is kérdés volt számomra. Részt vettem 2013-ban a Hungarió nevű eseményen. A katolikus világtalálkozónak volt egy magyarországi párhuzamos eseménye Pécsen. És hát ott belekóstoltam az önkénteskedésbe, amiben én beleszerettem. A 2015-ben a Szerzetesek Tere nevű rendezvénynek a szervezésébe kapcsolódtam be. Ez volt az a pont, amikor megismerkedtem a Magyarországon élő összes szerzetesrenddel. És akkor én még mindig nem gondolkodtam azon, hogy én szerzetes leszek. Tehát nekem volt egy nagyon határozott képem arról, hogy lesz egy nagyon intelligens és csodaszép férjem, három gyerekünk, kertes ház, kutya, tehát mindent így elképzeltem szépen magamnak. És vége lett a szerzetesek terének, és volt bennem egy ilyen ürességérzés, hogy jó, hogy vannak ezek a programok így egymás után, meg mindegyikben mindig van egy felfutása, és akkor megtörténik maga az esemény, de hogy ennek így vége van, és hogy én nem ilyen projektszerűen szeretném élni az életemet. A 2016 húsvétja volt az, amikor legelőször elgondolkodtam azon, hogy lehet, hogy lehetnék szerzetes. Addigra egyébként már a Szapiencián tanultam Budapesten, és a csoporttársaim
lehet, hogy ők már látták. Többször ebédnél poénkodtak ezen, hogy hát és te mikor lépsz be, melyik rendbe? És mondtam, hogy jaj, én nem fogok belépni soha. Kismaroson voltam a ciszterci nővéreknél, és ott az ő kápolnájukban én mérhetetlen csendben voltam, amikor azon gondolkodtam, hogy ott van Mária igenje, aki a keresztre mond igent Jézusra, ott van Jézus igenje. És amikor ezzel így időztem, utána a lelkivezetőm kérdezte, hogy és hol van a te igened? És akkor ezt szíven talált. Két-három napig elgondoltam, hogy milyen lenne, ha én szerzetes vagyok. Aztán két-három napig elgondoltam, hogy milyen lenne, ha minden maradna úgy, ahogy. És aztán akkor belül éreztem azt, hogy valami helyreállt, egy iránytű, hogy akkor ezt kell csinálni. És 2020 között Rómában voltam a rendünk nemzetközi noviciátusában, ahol 18-an éltünk együtt 11 különböző országból. A társaimtól nagyon sokat tanultam. Főleg azt, hogy az életet lehet szeretni, és a kevéssel is meg lehet elégedni. Mégpedig ezt azoktól tanultam különösen, akik afrikai országokból jöttek. Volt köztük olyan, aki megjárt a családjával menekülttábort, volt olyan, akiknek leégett a házuk, elvesztették mindenüket, és ennek ellenére egy másodpercig sem keseregtek. Én ott tanultam meg azt is, hogy a dolgokhoz ne ragaszkodjak, hogy ne gyűjtögessek, hiszen ez egy átmeneti lét, tehát én azért a mennyországba pályázom, úgyhogy jó lenne, hogyha oda minél kevesebb dologgal mehetnék. Szerzetesként azért az is célom ezzel a párosítással, hogy hittant és kémiát tanítok, hogy a természettudományt és a teológiát párbeszédbe állítsam, illetve hogy ahogy II. János Pál pápa fogalmazott úgy, hogy ez ugyanannak a madárnak a két szárnya, tehát hogy ezt azért ne válasszuk el egymástól, hogy ugyanaz a teremtő adta a rálátást a teológiára, aki a természettudományra is, és hogy a kettő igenis harmóniában van egymással, és tud harmóniában lenni. Cél az én életemben mindenképp az, hogy mennyországba jussak. Amíg itt a Földön vagyok, addig pedig olyan életet szeretnék élni, amiben az én életemben én egyre jobban kisebbedem. Tehát, hogy nem én magam vagyok a fókuszban, hanem az, hogy tudom szolgálni az embereket, hogyan tudok támasz lenni.